Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon a szokásos kérdez a rabit lesz, és várunk a kérdéseket, és igyekszünk rájuk válaszolni. A jövő héten ugye két ünnepnap is van. Az egyik az hétfőn a Pesach séni, a második Pesach, amiről azt olvasunk a Tórában, Bamidbar könyve, Mózes negyedik könyvében, az, aki lemaradt az első Pesachról, tudja most pótolni, ez pedig vasárnap este hétfőn lesz, a második az pedig csütörtökön este pénteken, a Lag BaOmer, az Omer 33. napján, amikor szünetel a gyász, az Omer számlálási napok alatti gyász. Ez a két ünnepnap, ami lesz a jövő héten. Most a Pesach séni, a vasárnap esti hétfői ünnep, ott nincs sok tennivaló, annyi az a szokás, hogy vasárnap este eszünk egy kis maceszt, vagy hétfőn napközben. Pénteken ez már a nagyobb dolog, mert szünetel a gyász szokások, lehet élő zenet hallgatni, stb. Nézzük meg, milyen kérdések érkeztek. Első kérdés, azt szeretném megtudni, a szárított élesztő lehet-e kóser, ha nem, miért nem? Az a szárított élesztő állítólag van benne egy olyan adalékanyag, ami lehet nem kóser, azt hiszem állati eredetű, és ezért az kellett legyen kóser. Lehet kóser, de csak akkor kóser, ha egy kompetens rabbi azt ellenőrizte. Az élő, a friss élesztő, abban nincs probléma. András, miért a múlt heti szakaszban fordítva van a cerászrend, először a testi, utána a ruha, és a vége a falnak? Nem volt szó, hogy az első jel a lasonára a házban mutat, ha nem észrevettünk a ruhában, és a vége a testen. Teljesen igazad van, de mindig van kétfajta sorrend. Ez olyan, mint amikor az örökkévaló megparancsolja, hogy építsenek a zsidók a csivatagi szentély, azt is először kezdi a fridládával, és aztán befejezi a falakkal és a tetővel. De azt valamikor lehet kezdeni a legfontosabb résszel, és aztán kevésbé fontos, annak ellenére a gyakorlati sorrendben az nem így van. Szóval a crátnál szintén kezdünk a harmadikkal, amit az embert érinti, és aztán a másik kettőt. De minden évben újra és újra eszembe jut, amit a fiam, Mendel fiam, nyugodjon békében, és egyszer mondott nekem egy olyan magyarázatot, gondolom ez egy midrás lehet, amivel az első cerát az ember, aztán a ruha, aztán a falra, de nem emlékszem, hogy honnan idézte. De minden évben emlékszem erre, és sajnálom, hogy nem emlékszem. Szóval minden évben jut eszembe ez, amit a fiam mondta, de nem emlékszem a magyarázatot. Ján azt mondja, hogy majdnem minden nap eszek macesz. Baj ez? Nem, egyáltalán nem baj. A macesz az, ha kóser, akkor a zsidóságnak nincs kifogása ellene, csak a Pesach sénikor, a második Pesachkor szokás mindenképpen enni macesz, ha az ember nem, másképpen nem evett volna abból a macesz. Aliz, mi a jelentősége napjainkban Omer számlálásnak, és hogyan segítheti elő lelkünk legrétebb mélységeinek feltárását? Hát erről már nagyon sokszor beszéltünk, és hogy az Omer számlálás ugyanúgy, mint régen, ugyanúgy, mint ma, ez egy felkészülés, ez egy lelki felkészülés a túraadásra,
ami lesz május 17-en, vasárnap estetől kezdve, május 16-án este, 17-én és 18-án, ez az Ómer számlálásnak a mélyebb jelentősége. Egyébként a holnap este beszélni fogunk a Pesach Séniről, hogy mi ennek a jelentősége, pontosabban Pesach Séni visszatekerni az időt, ez lesz holnap este a téma. Andrásnak van egy további kérdése. Rási írja, hogy az egyik kanani népe a horiták, az arany nem emoriták inkább, az arany elrejtette a falon 40 év előtt, mielőtt jöttünk Eretz Kenánban, Izraelbe, és hogy a cerász, ami volt a falon, segítetted nekik az arany találni. Akkor ez volt egy diazás, vagy büntetés? Ez nagyon jó a kérdés. Az első magyarázata az, hogy a cerász, a poklosság, ami akár emberen, vagy ruháján, vagy falon, ez egy büntetés. Ezért kérdezi Rási, hogy van ott egy olyan kifejezés, amiben úgy tűnik, hogy ez egy pozitív dolog, ez egy jó hír. Erre azt mondja Rási, hogy van ennek egy jó oldal is. Ami azt jelenti, valamikor egy büntetés, valamikor ez egy diazás annak a zsidónak, aki épp abban a házban lakik, attól függ, melyik emberről van szó. Amelita azt írja, az ember cselekedeti többsége alapján ítéltetik meg. És az ítélet ártatlanak mondja ki őt, mivel felmentetek. Hogyan kell ezt értelmezni? Nem értem, mi a kérdés, mert a nagyon egyértelmű, amikor az ember az égben, amikor ítélkeznek az ember fölött, akkor nem csak az a jó, akinek 100% jó, aki legalább 51%-ben jó, akkor az már egy pozitívum. Azt jelenti, hogy ő már valamilyen szinten idézőjelbe cádik, jámbor ember. Azért mondtam idézőjelbe, mert ahogy a Tanjában olvasunk, a valódi jámbor ember az az, akinek még 1% rossz sincs benne a cselekedetében. De amikor ítélkezésről van szó, mindenki, aki 50%-nál több a micva, a vétekkel szemben, akkor ő már valamilyen szinten cádik, vagyis fel van mentve a súlyos ítélettől. Ha többre gondoltál, akkor írjál még egyszer, mert nem láttak más kérdést itt. István, láttam már rabbit a tfilinnel a feje tetején. Nem láttam, volt-e rajta a kipa? De mindenképpen felvetődik ilyenkor, hogy a tfilin feleslegessé teheti-e a fejfedőt? Nem. Amikor tfilint a fejfedő, egyébként nem a zsidóságban a fejfedő férfiaknak, az nem csak a zsinagógában van, hanem mindig. Pontosabban, amikor Isten előtt vagyunk, akkor kell, hogy legyen fejfedő, ezzel mutatjuk tiszteletet. Mikor nem vagyunk Isten előtt? Soha. Ezért kipával mindig járunk, még akkor, mikor megyünk aludni, akkor is kipa van a fejünkön. A zsinagógában plusz, azt jelenti, még inkább kötelező a fejfedő, a kipa, mert akkor felolvasunk szent szövegeket, akkor még inkább kellett legyen kipa, illetve nem a zsinagógában, amikor mondunk asztali áldást, vagy ilyesmi. De az, hogy az ember felveszi a tfilit, akkor nem kell kipa, az nem lehet. Andris, azt örülünk, hogy te is ide jöttél időben, legalább részben. Aliz, aki valamilyen baja, veszélye miatt, vagy beteg miatt bőtöt köteles, mind azokat
böjt napakat végigböjteli, hamar baja, veszélye elmúl, vagy a beteg meggyógyult, vagy ne ad Isten meghal, nem értem pontosan a kérdést, aki valamilyen baja, veszélye miatt vállat, nem tudom, jól értettem, ha az a kérdés, de valaki vállat böjtött, és egy probléma miatt, utána a probléma elmúlt, így vagy úgy, hogy akkor böjtenie kell-e még, vagy nem, akkor attól függ, hogy miről van szó. Egyébként van egy talmudi kérdés, hogy Izraelben, a Szentföldön, amikor nem jön az eső, akkor legalább a régebbi időben, a szentély idejében, akkor böjtelni szoktak. Az eső miatt. De ez egyértelműen csak az esőhez kapcsolódott. Erre mondja a Talmud, mi van akkor, hogy kezdődik a böjt, és egyszer csak jön az eső. Kérdés, hogy be kell fejezni a böjtöt, vagy nem. Mert ha az ember vállal böjtöt, nem az előírt böjtök, nem a Jom Kippur és más előírt böjtök, akkor csak úgy érvényes. Ha csak akar számít az böjtnek, ha előző nap mincha imánál, mondta szóban, vállalom magamra a böjtöt holnap. Mert az ember nem mondta ki előre, hogy ez böjtnap lesz, akkor az, hogy nem evett, az csak diétának számít. Ez nem számít böjtnek. De mi van, akar vállalt böjtöt, kezdi böjtön, és egyszerűen jön az eső. Erre azt mondja a Talmud, attól függ, ha délelőtt folyamán jött az eső, abba lehet hagyni a böjtöt, de ha délután jött az eső, be kell fejezni a böjtöt, mivel a napnak a nagyobb része már szent volt, szent úgy értve, hogy böjt alatt, akkor be kell fejezni a böjtöt. Gondolom, hogy minden más olyan böjtnél is, ahol egyértelmű volt, hogy ez összefügg valamivel, akkor hasonló a helyzet, hogy ha az ember vállalta, és az elmúlt, akkor ha délelőtt folyamán, vagy az előtti napon elmúlt, akkor az nem számít, akkor már nem kell tartani azt a böjtöt. Andris. Rási azt írja, Metszóra 15. fejezet, 18. vers, hogy házas élet rögtön után tisztátalan minden két ember, és mikve kell, verachacu, mind kettőnek, ez csak amikor volt a bétamigdás, nem értem, ez megint, picit oda kell figyelni, hogy értető legyen, hogy házas élet rögtön után tisztátalan mindenki, nem értem a kérdés elnézést, ki kell egészíteni itt a szöveget, hogy értető legyen. László, Egyiptomban, amikor József testvérei megérkeztek, akkor megmostak a lábukat, és ki? Ugye régen az emberek mezit lában jártak az úton, akkor mindenképpen kellett megmosni a lábukat. Csak Ábrahámnál az van írva, hogy amikor jöttek haza a vendégek, akkor nagyon szigorúan figyelte erre, hogy megmossanak a lábukat, azért, mert voltak olyanok, akik a lábuknak a pora, vagy az valami bálványnak számított nekik, és Ábrahám nem akart, hogy bálvány legyen az ő házában. Aliz, mi az éruv kenyér mértéke? Nincs ennek mértéke. Nem tudom pontosan, melyik éruvról beszélsz, de az az éruv, ami egy háznak egy közös kenyerrel tudjanak a házban kivinni a folyosóra, vagy ilyesmi, akkor ennek nincs igazi mértéke. Egy kis zsömle, az is egy teljesnek, a teljes kenyér az rendben van, az elég. No, visszatérve a Lagbaumerre, ami csütörtökön este pénteken lesz, most a Lagbaumernak a kezdete az, várjál, most nézem itt, április 29-én
Az fél kilenc. Szóval fél kilenc, este fél kilenckor kezdődik a Lágba Omer, és ez tart szombat bejövetelig, addig lehet élő zenét hallgatni, esküvet tartani, vagy ilyesmi. Nézzük meg, milyen további kérdések vannak itt. Elnézést, csak egy kicsit itt ugrik a szöveg. Azazel, ez erről szó van Mózes harmadik könyvében, Vaikra könyvében, Azazel szó szerint azt mondja Rashi, hogy az egy nagyon magas, hegyes, ilyen hegy, hegyes azt jelenti, hogy így megy, és akkor, amikor az elég veszélyes hegy, mert ha azon legyúrul valaki, akkor nem éli túl. Csak nem értem pontosan, mi kapcsán felmerül a kérdés. Ján, Budapesten hogy tekint a kipa hordásra a többségi nemzet? Hogy tekint? Nem tudom. Először azt kell tudni, hogy egy demokráciában mindenki úgy viselkedik, ahogy jónak, helyesnek találja, és a másik én szerintem mindenki tiszteli a másikat, és ezért semmi akadály nincs ennek. István, van-e szabály arra, hogy a talitot mikor hozzuk a fejünkre? Persze, a Kohen áldás esette egyértelmű, nem erre gondolok. A két szokás van. Először azt kell tudni, előbb említettünk a kipáról. De a Shulchan Aruchban van egy olyan említés, hogy amikor imádkozunk, akkor nem csak egy fejfedőt viselünk, hanem kettőt is. Ami azt jelenti, hogy most keresni kell, mi a második fejfedő. Akkor régen háború előtti Magyarországon, Askenaz közösségekben a rabbi és a dájának, a többi rabbinak joga volt talis afun kap, vagyis a taliszt felhúzni a fejre, és ez egy nagyon különleges dolog volt. Mindenki másnak az nem volt megengedve, mindenki más kalapot tett a fejére. Kipa plusz kalap, és ez volt a két fejfedő. A rabbi és a tóra tudósok, kipa plusz talisz. Haszid közösségekben mindenki járt kipával. Kipával plusz talisszal. Szerintem ez nem csak a rabbinak volt, talisz ibn kap. Ezt direkt mondom jidisről, mert ez volt az a kifejezés, amit még magyarul, amikor beszélték, szintén használtak ezt. Emlékszem, nálunk a zsinagógában az elnök, a Karádi Gábor mindig mondta, talisz ibn kap, és haszidoknál mindenkinek, nem csak a rabbi és a tóra tudós jár, a talisz a fejére. Utóbbi időben egy kicsit ilyen modernebb lett, akkor az emberek azt mondja, nekem elég a kipa, és nem kell két fejfedő. Ilyen is van. Na, nézzünk meg, milyen további kérdések vannak. Mi a véleményed arról, ez Zsuzsának a kérdése, hogy tanulhat-e kabalát az, aki nem zsidó születésű? Ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Nincs erre itt egyértelmű jó válaszom erre. Hát egy dolog biztos, hogy mindig jobb az ember tanul valamit, valami tartalmas, mintha nem tesz az időjével semmit. László, honnan, hogyan ismerhetjük fel a hamis, pletykás, gonosz emberek? Ha felismerem őket, mit mond a Tóra, hogyan bánjak velük? Hát, ez nem olyan egyszerű, nem szabad senkit lepecsételni hamis, gonosz embernek. Ha valaki mesél nekem valamit rosszat a másikról,
óvatos kell lenni vele, nem szabad elhinni, nem szabad elhinni, hogy ez igaz, ugyanakkor vigyázni lehet. Mondjuk valaki azt mondja, ó, kölcsön vett tőlem, és nem fizette ki, már 10-szer kértem, és nem fizeti, akkor utána, ha jön hozzám, is szeretne kérni tőlem kölcsönt, nem biztos, hogy fogom adni neki kölcsön, de nem azért, mert le van pecsételve, óvatosságból. Erre van a Midrásnak olyan kifejezése, ami egy szójáték, chabdeju ve chasdeju. Chabdeju azt jelenti tiszteld meg, chasdeju gyanakodni szabad. Ami azt jelenti elhinni véglegesen nem szabad, de szabad óvatos lenni ezzel szemben. Máté, mi a spirituális fejlődés? A spirituális fejlődés az, hogy az ember jobban és jobban szolgálja az Istent, jobban odafigyel az imához, mondja szépen a szöveget, figyel a tartalmára, jobban odafigyel minden halakára, kóserságra, és a teljes és a húsosra, minden kóser legyen, és ne legyen keverve. Az mindig azt jelenti, hogy fejlődés, lehet, hogy tegnap és tegnap előtt is tavaly valamit még nem tettem, most már teszem, tettem ilyen félig, meddig most már teljesen, és így halad az ember előre. András, ruhamosás mikvében csak volt, amikor volt Bétamigdás? Igen. A tóra van olyan dolgod, valaki tisztátalan, és a ruhája is tisztátalan. Ez azt jelenti, hogy annak van valami tisztátalansági szint, de ez a szint ez csak a szentét érinti. Máté, mi a tisztátalanság nem van ide, és hogy lesz valaki tiszta? A tisztátalanság ez az, amiről a Biblia azt mondja, hogy tamei, tisztátalan. És ezért már ezerszer beszéltünk arról, hogy a tisztátalan szó a taménak az nem fedi egymást. Az ember azt mondja, hogy tisztátalan, valami piszak van rajta. De amikor a Tóra azt mondja, tamé, ami semmiféle tisztátalanság nincs. Az ember teljesen, higiéniailag lehet, hogy teljesen tiszta. Ugyanígy a nida, a nő, akinek ciklusa van, és tamé, abból a szempontból nem szabad házas életet élni. Ugyanígy, valaki egy halott mellett volt, vagy a temetőben járt, akkor tisztátalan, nem szabad a szentében járni. Semmiféle fizikai tisztátalanságról nincs szó, de valahogy úgy szoktak mondani, egy spirituális tisztátalanság. Azt jelenti, hogy spirituálisan valamit tenni kell. És általában a tisztátalanságból úgy lehet kimászni idézőjelbe, hogy az ember alámerül a mikvében. Kivéve valaki a temetőben volt, az egy magasabb szintű tisztátalanság, és ahhoz kell a vöröstehen hamuja. András, miért eltűntek a jellek ház, ruha, test? A sanára szempontjából jobban vagyunk, most a 21. század, vagy inkább amikor volt a Beit HaMikdás, vagy amikor volt a szentély. Ez egy nagyon jó kérdés, kára nem voltál a zsinagógában, péntek este pont erről beszéltem, hogy vannak dolgok, ami ma nincsenek, azért mert nincs szentély. Ezért bizonyos törvények nincsenek, nincs áldozás, vagy ilyesmi. A cárát, a poklosságnak a törvénye nem kapcsolódik a szentélyhez, akkor miért nincs, eltűntek ezek a jelek? Idéztem az Alter Rebbet, Rabbi Schneur Zalman, aki úgy magyarázta, hogy annak ellenére, hogy a poklosságot tanultunk, ez abból van, az ember mondjuk pletkázik a másikról, de mégis van ennek egy nagyon pozitív dolog. Azt mutatja, hogy hol jelenik meg a poklosság, a cárát, az ember bőrén. Erre azt mondja az Alter Rebbe, azt jelzi, hogy van itt valami rossz, de a rossz az csak a külsően van. Olyan, mint a rátapad valami rossz, de ez nem egy belső rossz. Erre azt mondja az Alter Rebbe, későbbi nemzedékekben, amikor sajnos a rossz, az mondjuk a gyűlölet, ami okozza a pletkázás, az mélyről jön,
ha nem csak a felszínen van, akkor nem a cerát a helyes rendszer ennek a kezelésének, mert sokkal súlyosabb a helyzet, mert nem csak az ember bőrén van, hanem belülről is van a probléma. Nézzük meg a következő kérdés. De Máté, emberek előtti megnyilvánulása mikor volt utoljára proféta? Úgy proféták, a klasszikus profétával az a második szentély elején, azt úgy mondja a Talmud, Hagai, Zecharie és Malachi, ők voltak az utolsó proféták. Tudom, hogy másik szint a Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh azok, amit a csodarabiknál és másoknál lehetett látni. Az nem egyértelmű profétálás, az Isten mondott nekik valamit, de valahogy tudtak olyasmit, rétett dolgokat tudtak a jövőről mondani valamit. Ez a Ruach HaKodesh, az nem szűnt meg. Szerintem például Lubavitch Rebbenél a Ruach HaKodesh az egyértelműen volt, sokszor mondott olyasmit, ami a jövőt, csak a jövőben lehetett, a jövőből csak lehetett tudni. De proféták az már a második szentély elején, azt jelenti 2200 évvel ezelőtt, vagy 300 évvel ezelőtt már így megszűnt. Tovább. Máté, Izrael megváltása, Goal Israel mit jelent? A Mesiásnak az eljövetele, az a zsidó népnek a megváltása. Aliz, édesanyámért vállaltam bőtöt, igen, mondtam előző nap, kijelentettem, köszönöm az imát érte, de az igazság az a zsidóknál, mi nem nagyon szoktunk bőtölni. Elég nekünk az előírt bőtöket is, nem igyekszünk ennél többet bőtölni, mindenképpen teljes gyógyulást, fohasüleimet kívánok. Zoltán, kérdezni szeretném, hogy a Herz Bibliát hol tudom megvenni, ezt a Károly körülti irodánkban, de jó előre szólni és megbeszélni ezt az Artúrral. A posta, az e-mail címe az posta@zsidó.com, és vele megbeszélni, hogy mikor lehet bejönni érte. Ildikó, mi a legnagyobb micva mindenki életében? Igaz, hogy mindenkinek kötelező sors feladata az, hogy minden nap kijavítsuk magunkat? Mi a legnagyobb micva? Az lényegében ez csak egy teoretikus kérdés, mert lényegében minden nap, minden zsidónak teljesíteni kell minden, ami írva van a Tórában. Minden nap kell kóser tenni, ha férfi, akkor minden nap kell tfilint rakni, minden nap kell tisztelni a szülőket, minden nap kell becsületes lenni az üzletben, minden nap nem szabad kamatot szedni zsidótól, stb. Ez mindenkire vonatkozik. De az van írva, hogy mégis minden embernek van egy különleges feladat, ami azt jelenti, nem menti fel a többi dologtól, de van olyasmi, amit úgy mondjuk, csak ő tudja csinálni igazán. Az Isten leginkább elvárja tőle. Az, hogy minden nap javítsunk magunkon, az egy életre szól a feladat. Az Ómer számlálási napokban, ezekben a napokban, Sávuot, Toradás ünnepeig, az mindenképpen egy napi feladat, de ez egy folyamatos dolog, egy életen át kell próbálni jobban az ember a tulajdonságain javítani, azon kívül a cselekedetek. Ha a cselekedetek már tökéletesek, akkor még mindig maradt egy feladat, az ember javítson magunkon, ami azt jelenti, hogy ez egy életre szóló feladat is. Nem egy egyszerű feladat, de lehetséges. Aliz, Achrémot, az a heti szakasz, szentek legyetek, nem nevezem Achrémot, az Kudosim. Szentek legyetek, mert Isten az. Lehetünk-e Istenhez hasonlatosak? Hát az Isten azt mondja, legyünk mi is szentek, ez azt jelenti, hogy az Isten elvárja tőlünk,
hogy bizonyos dolgokban ad nekünk feladat, és azt mondja, ebben legyetek hasonló, legyen bennetek egy hasonlóság valami pici belőle. Ez, ennek semmi problémája nincs, sőt, ez egy általános tanítás, hogy követni kell az Isten útjain. És ez a Talmud mondja, az Isten mindig jótékonykodik, nekünk is kell az Isten beteget látogat, nekünk is kell az Isten halottat eltemet Mózes esetében, nekünk is kell. Az nem probléma, ha mi próbálunk úgy Istent utánozni idézőjelbe. Máté, hogy lehetne béket csinálni ma a magyarországi zsidók között? Hát például le kell ülni, beszélni egymással. Szerintem az út, az mióta a világ létezik, csak úgy lehetett béket kötni, az ember beszélt a másikat. Ha van az egyik fél, aki úgy gondolja, ennél magasabb ennél, és ő nem tud leülni a másikkal, akkor nincs esélye valami békére. De én szerintem ne azzal foglalkozunk, azzal foglalkozunk, amit mi tudunk tenni. A micvákat, amit tudunk tenni, engedjük, hogy a világot vezessen valaki mások. István, változott-e az idők folyamán a rabbi tevékenység az új technikai eszközök alkalmazásán túl? Változott, ez nem hiszem, hogy változott, mert a rabbinak mindig az volt a feladata tanítani, vagy úgy tanítani tényleg mondjuk a humást, a heti szakaszt tanítani, Talmudot tanítani, halakhát tanítani, illetve válaszolni kérdésekre. Annyiban változott az idők során a rabinak a feladata, hogy régen egy közösség, a közösség volt, és ők kerestek maguknak rabit. Ma nagyon sok esetben, vagy a legtöbb esetben a rabinak a feladata a közösséget építeni, vonzani embereket a közösséghez. Eszköz az mindig változik. Valamikor újság, valamikor e-mail, elektronikus mail, WhatsApp, Facebook és minden, ezek mind eszközök, de az alapfeladat az mindig tanítani, ítéletet kimondani, illetve toborozni az embereket. Aliz, kidús után mindjárt enni is kell, aki nem evett mindjárt a kidús elmondása után szombaton, az nem tett elegét a kidús kötelezettségének, igaz? Ez így igaz, hogy a szombaton előírás a kidús péntek este is, és szombat délben, de a kidús az étkezéshez kell, hogy kapcsolódjon. Az ember csak mondott kidús, és nem evett ad, akkor a kidús ez nem volt érvényes. Anikó, egy nő lehet jó zsidó, ha nem megy férhez. Ez két külön dolog. Egyébként ugye említettem több micvát előbb, az is egy micva, amit kell, hogy az ember házasodjon és gyerekeket szüljön, az is egy micva. De hát az élet mindenkinél más, vannak olyan helyzetek, ahol nem jön össze, vagy ilyesmi. Hát az ember, aki nem képes, nem jött össze neki a házasság, akkor még mindig jó ember. Ez nem kérdés. Elvben az mindenképpen elítélendő, hogy az ember elvből nem szeretne házasodni, nem szeretne gyereket. Egyébként a zsidóságban ez két külön dolog. A házasság is egy fontos dolog, és gyerek, legyen az embernek gyereke, az megint egy fontos dolog. Elvben ezt kizárni nem lehet, de valahol nem jön össze, vagy ilyesmi, akkor ezt természetesen azt figyelembe kell venni. Andris, koronavírus sajnos Magyarország elért a 24 ezres szám. A lakosság körülbelül 9,3
6 millió ember. Amikor volt a járvány, Rabbi Akiva növendékei, és 24 ember halt meg. Mennyi volt az akkori összes szám a zsidó népnek? Az egy nagyon jó kérdés, erre nem figyeltem rá, hogy most épp a 24 ezeres számnál tartunk itt, ami nagyon-nagyon sajnálatos, nagyon-nagyon sok ez. De nem lehet, nem fogalmam sincs, hogy mennyi volt az összes zsidóságnak a száma. Andris, ugye Máté felteszett kérdés, ami inkább már a politikához kapcsolódik. Emich Alkatman bíróság, ez nem tartozik rám. Én csak annyit mondom, hogy amikor zsidó-zsidó között van vita, akkor az rabinikus bíróság előtt kell tárgyalni. Ez az előírás. Csak akkor szabad elmenni állami polgári bírósághoz, zsidó-zsidó között, ha az egyik fél nem veti alá, magát alá a bíróság ítélet alatt. Andris, a Pirkei Ávodban az van írva, hogy ki az okos, aki tanul mindenkitől. A másik ember hibák is a másik ember hibájából is lehet tanulni. Igaz. Ha csak hallgatunk jó dolog másik emberről, nagyon szép, de nem mintha a felhőben vagyunk. Ha például én kérdezem, mi volt az oka, hogy XY halt meg, valaki mondja például, mert sokat dohányzott, akkor én tanultam, hogy nem jó dohányozni. Csak egy példa. De a Maimonides szerint ezek dvarim betélim, ugyanaz, ha kérdezem valakitől, hogy nyeri a pénzt, stb. Nem. Ez egy nagyon jó kérdés, ha értem, amit szeretnél kérdezni, hogy ugye pletkálni nem szabad, de ugyanakkor vannak dolgok, amiben lehet tanulni. Például mitől halt meg, mert sokat dohányzott. Sőt, ha a cél ennek nem a pletka, hanem a cél tanítani, akkor szabad elmondani. A pletka az csak akkor, amikor nincs célja a dolognak. Például a klasszikus kérdés, hogy az osztályban szabad-e az egyik diáknak oda menni a tanárhoz, és valamit mesélni egy másik gyerekről, ami fontos, hogy a tanár tudjon, mert tudjon kezelni a problémát. A válasz, hogy nem szabad, kell is. Ha nem fog eljutni a tanárhoz az információ, nem fogja tudni kezelni. Valamit el kell mondani a tanárnak, valamikor el kell mondani egy szülőnek, valamikor el kell mondani egy rabbinak. Ez nem pletka. Pletka az csak akkor, amikor nincs ennek semmi különleges célja, illetve ennél rosszabb, amikor a célja lejáratni a másikat. Az pletka. Amikor valaki kérdezi tőlem, miből halt meg, és én azt mondom, sajnos a dohányzásban, és azért úgy válaszolok, mert szeretném, hogy a másik is tudjon, hogy a dohányzás ez probléma, az teljesen meg van engedve. Mert a célom nem volt lejáratni a másikat. Sőt, van egy olyan vélemény, ami azt állítja, hogy például a rabinnál nincs tilalom a pletkázásról. Ami azt jelenti, a rabinak mindent tudnia kell, ami van a városban, amit csak mondanak valakiről, mert fontos, hogy érezzened, mi folyik a városban, mi jár az emberek száján, mi jár az ember fejében, mert tudjon hozzáállni a kérdéshez. Megint, mert a rabbi nem azért szeretne ezeket az információkat tudni, mert kíváncsiságból, hanem azért, mert tudnia kell, hogyan kell kezelni a helyzetet, és mindenféle helyzeteket. Máté, mit lehet tenni, hogy a rétőzködő zsidók nyíltan vállalják a zsidóságukat? Ó, hát ez a nagy kérdés. Erre szoktak mondani, hogy élő példának kell lenni, ami azt jelenti, az ember nyíltan vállaljon a saját zsidóságát, ezzel mások is találkozzanak a zsidósággal. Ugye az egyik probléma az, hogy még az ember nem is találkozik a zsidósággal, nem jár zsinagógában, nem,
vesz részt például ebben a Facebook tanításon, de ha lát egy gyakorló zsidót, akkor már meg tudja teremteni a kapcsolatot a zsidósággal, illetve látja, hú, milyen példás az ő viselkedése, mint zsidó, akkor ez segítheti neki, illetve pont azért dolgozunk, adunk ki könyveket, zsidó témájú könyveket és előadásokat és mindent, hogy az ember kedvet kapjon a zsidósághoz. Mert csak az lesz egy nyílt zsidó, ha érti, mi a zsidóságnak az értéke, akkor ő is fogja vállalni. István, van-e az úgynevezett reform zsidókkal más probléma azon kívül, hogy náluk nő is lehet rabbi? A reform zsidóság az maga egy fogalom, ami elvileg nem lehetetlen, olyan, mint a reform sok. A játéknak vannak szabálya. Ha az ember azt akarja reformálni, akkor az már nem a soknak a játéka. Ugyanúgy az ember azt mondja, a reform zsidó, ez azt jelenti, hogy nem veti alá magát a zsidóságnak, a rendszerének, akkor az már nem zsidóság. Mindenki zsidó, aki zsidó anyának a gyereke, teljesen mindegy, hogy mit mond és mit vállal. De nem minden zsidóság az egy legitim zsidóság. Az a legitim zsidóság, aki elfogadja az Isten parancsolatát, elfogadja a Sulchan Aruchnak a szabályait. Az, aki ezt nem fogadja el, akkor az nem ez a játék, akkor ez egy másik játék. Lehet, hogy nagyon szép játék, lehet, az már nem sok. Annikó, a Beinoni szint után mi következik a spirituális fejlődés során? A Beinoni, ez egy nagyon különleges szint, hogy aki tanulja a Tanyát, a Rabbi Schneer Zalmannak a klasszikus könyve a haszidizmusról, ami a Kabbala és a haszid filozófiára alapszik. A Beinoni ez az az ember, ami az egyik oldalról soha nem vétkezik, de nem egy szádik, nem egy jámbor ember. Miért? Mert a Beinoni ez azt jelenti, aki uralkodik magán. Uralkodik azt jelenti, lehet, hogy a szívében lenne egy hajlam, egy vonzás a rosszhoz, de ezt leállítja. Leállítja a cselekedetben, még nem is beszél róla, és nem is gondol róla. Ami azt jelenti, az embernek az eszébe előjön egy gondolat, hú, milyen jó lenne ez vagy az, azt mondja, ez nem, térjünk át egy másik témára. A Beinoni ez nagyon-nagyon különleges, azt lehet mondani, a Beinoni ez egy igazi hős, mert tartja magát a kezében. Erre azt mondja az Alter Rebbe a Tanyában, hogy valami lehet, hogy a Beinoni egy életen át Beinoni lesz. Ami egy nagyon különleges szint. Azt mondja az Alter Rebbe, utána van ennél egy magasabb szint, hogy képes csökkenni magában a hajlama a rossz felé. Mi azt jelenti, nem is lenne annyira kívánatos a rossz. Nem csak az ember nem engedi, ahogy kifejezze magát, hanem egyáltal nem is van egy vonzása azután. Az valójában a cádiknak a szintje. A cádik az nem csak az, hogy nem a jámbar, az igazi cádik, a jámbar, ez nem csak az, aki nem vétkezik, hanem az, akinek egyáltalán nem vonzódik a rossz után. De hát ez csak egy szűk rétegnek a szintje. Az általános szint az embernek, hogy érjen el azt a szintet, hogy Beinoni legyen. És erre idéznek az egyik híres haszidot, aki azt mondja, hogy mielőtt tanultam Tanyát, meg voltam győződve, de én már egy szádig vagyok, én már egy jámbor szinten vagyok. Most már miután tanultam a Tanyát, reménykedek, hogy el fogom érni a Beinoni a közepesnek a szintje. A Beinoni szó szerint azt jelenti a közepes. Tehát ez olyan közepes, ami nem olyan egyszerű, nem olyan egyszerű ezt elérni. Léna. Zsidó temető látogatása után szintén tisztalanná válik az ember, én pedig pont most készülöm ki sok év elteltével. Sokáig azt mondtak, nem szabad temetés után kimenni, most viszont
közölték velem, hétfő, szombat kivételével mehettek. No, két dolog. Először az, nem tudom mi az, szombaton természetesen nem járunk temetőbe, mert ez egy szomorú dolog, a temető szombattal ez nem élik. De hétfőn minden további nélkül lehet menni a temetőbe. A temetőben, ahogy beszéltünk arról, a halottnak van egy bizonyos tisztátalansága, de ez csak érinti a szentét. A jeruzsálemi szentében nem szabad benne menni oda, aki a halotti tisztátalansága van. Ez úgy tisztulhat meg ebből a tisztátalanságból, előbb említettem, a vörös teher hamujával. Máshol nincs ennek jelentőség, ami azt úgy is lehet mondani, hogy ha nincs szenté, akkor ez nem a tisztátalanságnak a forrása. Ildikó, honnan lehet érezni, ki az igazi fér, hány igazi van? Az igazi fér az, akivel a igazi fér, vagy az igazi feleség, az, akivel az ember találkozott, szerelmes lett bele, és összeházasodtak, ő az igazi. Igazi abban a szempontból, hogy most, ő most jelen helyzetben az igazi, én mindent meg fogok tenni, hogy ez a szerelem megmaradjon, és sőt, nagyobb és mélyebb legyen ez, és mindent meg fogok tenni érte, mindent fogok áldozni érte. Az semmiképpen nem lehet elérni, hogy megtaláltam az igazi férjet és az igazi feleséget, és utána mehetek szabadságra, nem kell tenni érte. Ugyanígy, mint ugye itt van egy kis fa, ha abba fogom hagyni a lacsolás, ez ki fog száradni. Azt jelenti, ha addig, ameddig lacsolni fogom, akkor ő fog maradni az igazi feleség és az igazi fér számomra. Nem tudom, hogy erre gondoltál-e. Erika, a zsidók mikorra várják a messiás jövetelet? Milyen jelek lesznek, mielőtt jön? Az ima könyvben azt mondjuk a messiás eljöveteléről, a hakelob hol jom se javó. Minden nap állandóan várom a messiást. Nincs olyan előírás, hogy mikorra várom. Mióta számüzetésbe mentünk, lerombolták a szentét, azóta várjuk a messiást, és még nem jött meg, de remélünk, kívánunk, hogy minél előbb, minden másodpercben jöjjön. Milyen előjelek lesznek ennek? Tartok tőle, hogy az előjelek az inkább fordítva. Miután lesz a messiás, azt fogunk mondani, voltak már erre jelek. Például a Talmudban olyan is van, elnézés, hogy mindenféle negatív jellek, amikor rossz, amikor az emberek nagyon gonoszak lesznek, vétkesek lesznek, szemtelenek lesznek, az mind a messiásnak az eljövetelének a jele. De hát ez bármikor, bármi lehet, és ez nehézen lehet mondani, hogy most ez tényleg most a messiás jelenti. Máté, a Mánis tanulban van kérdés, amit csak azt tudhat, aki elolvasta a Hagádát, például két bemártás. Teljesen igazad van, Máté, hogy kétszer bemártjuk, az csak az, akit már volt széderen, tudja, hogy folyik a széder. Teljesen igazad van, ebből az következik, hogy a Mánis tanú, ugye, amit a gyerek felteszi a kérdést a pészechi szédernel, nem bízunk a véletlenre, a spontán kérdésre, hanem elő is írjunk a kérdéseket. Ebben teljesen igazad van, de a Talmudban van olyan, hogy egyszer valamelyik talmudi bölcs valamit tett szokatlanul, azt jelenti, hogy a pészechi szédernel tett valamit szokatlanul, és talán egy másik bölcs, vagy a fia azt mondta, miért van ez így? Erre azt mondja neki,
Most már nem kell Mánis Tamot mondani, mehetünk rögtön a válaszhoz, ami azt jelenti, hogy általában most már a kérdés az elő van írva, de van egy spontán kérdés, az tökéletes. Aliz, aki Sábezt megtartja, az olyan, mint aki az egész Tórát megtartja, mondja a Talmud. Míg valaki nem zsidó hivatalosan, addig tényleg nem szabad mindent betartani. Ez igaz. A szombatot tartani teljesen, az zsidónak kell, nem zsidónak nem kell, de zsidó ne is tartsan így a szombatot olyan szigorúan, mint a zsidó. Sőt, az van írva, hogy az is, aki készül betérni, egy valamivel minden, még akkor is, ha már tudja a szombatnak a törvényét, és gyakorolja, egy valamivel mindenképpen szegje meg a szombatot, mert nem szabad szombatot úgy tartani, ahogy a zsidó, addig, ameddig nem tér be az ember. István, nincs rabinikus tiltás az egészségromboló szokásokra, mint például alkoholizmus, erős dohányzás, drogozás? Miért rabinikus tiltás? Tórai tiltás van ez ellen. Tórai tiltás, a Tóraban van egy felszólítás, Dvarim Mózes 5. könyvében, Usmartem, Odenásodéhem, nagyon kell őrizni a lelketeket, vagyis nagyon kell őrizni az egészséget. Minden olyasmi, ami egészségromboló, az tilos. Csak valamikor kérdés, hogy ez milyen kategóriában van, beletartozik ebben a kategóriában, vagy nem. Például a dohányzásról az elején természetesen nem tudtak, hogy milyen veszélyes. Amikor már megtudtak, hogy milyen veszélyes, akkor a legtöbb rabbi tart a bibliai tilalomnak a dohányzásnak. A Feinstein rabbi, egy nagyon híres rabbi, azt mondja, nem lehet ezt így biblia tilalomnak kimondani, mivel a gyakorlatban a legtöbb ember, aki dohányzik, legtöbb, azért nem csak 50%, még sokkal több, mint 50%, neki ez nem káros. A probléma az, ezzel a véleménnyel ez az, hogy 15-20%-nak mindenképpen nagyon káros, és ez egy nagyon magas szám, és az embernek nem szabad magát hozni ilyen helyzetben. Szóval egy szóban a válasz a kérdése, bibliai tilalom a dohányzás és a hasonló dolgok, annak ellenére, hogy nem mindenki olyan szigorúan tartja, de hát kellene tartani ezeket. Máté, a Talmud lezárt, ma is vannak Talmud tudósok, az ő véleményüket nem lehetne beletenni a Talmudban? Hát nézem meg mögöttem, tele van könyvvel, és a mai Tóra tudósok is írnak könyveket, azok is megjelenek, és ha értékesek, akkor mindenki tanulja. A Talmud az egy lezárt könyv, már 1500 évvel ezelőtt lezárt, és nem csak idő kérdése lezárt, hanem a Talmud az kötelezi mindenkit. Miért? Mert az az egész kollektív zsidó népnek a bölcseknek a tanítása. Ma van egy bölcs, akkor ez nem kötelezi mindenkit, ha elfogadják a véleményt, hogy jól tud érvelni, az igen. A talmudi bölcseket ővelük nem tudunk vitatkozni, mert ez a kollektív, az egész zsidó népnek a bölcseknek a tanítása. Aliz, mikor váratod, indul Gior tanfolyam a rabinál? Ő valószínűleg a nyár végén, remélhetőleg addigra már a társadalomnak a többsége oltva lesz, és akkor a helyzet olyan, akkor tudunk elindulni Isten segítségével. András, lehet szerelemeskedni csak az elveszettért? Szerelmeskedni csak az élvezetért? Hát a szerelemeskedni csak az élvezetért az nem helyes, mert a szerelem az kell, hogy vezessen,
házasságra, mert ha nem vezet házasságra, vezethet vétekre. Abban az esetben az ember nem készül házasságra, akkor tartsa maga távol a érzelmileg a másik embertől. Remélem, hogy értető volt, amit mondtam. András, mi a halachikus törvény a terhesség művi megszakításra, mikor engedélyezett, mikor nem? A teherség az lényegében potenciálisan egy élő ember. Azért mondom potenciális, mert az élő ember attól számít, amikor már önálló élő ember, vagyis születéstől. Előtte ő egy potenciális élő ember. Mivel ő egy potenciális élő ember, ezért valamilyen szinten, ugyanúgy egy élő embert nem szabad megölni, ezért nem szabad megszakítani a teherséget, mert az is egy részben egy potenciális életet az ember megölt. De ha életveszélyes a teherséged, akkor szabad megszakítani, akár szülés előtt egy perccel. Aztán vannak a különböző más szintek, ami egy kicsit veszélyes és ilyen, akkor itt különböző minden esete külön törvény van, mikor igen, mikor nem. De mindenképpen abban indulunk ki, hogy az élő ember nem szabad megölni, és hasonlóképpen a potenciális élő embert nem szabad megölni. Most arra a kérdés, az ember azt mondja, hogy lehet nekünk azt jelenti a törvény, a túrának, a törvénynek, hogy tud parancsolni a nőnek az ő testére. Először az a válasz, hogy ez a törvény az Isten parancsolja, és az Istennek joga van mindenki fölött, de a logikus válasz erre az, hogy amikor az ember megszakítja a terhességet, ő a másik ember fölött dönt. Nem csak a saját testéről van szó, hanem a magzatnak az életéről, és senkinek nincs joga a másik ember élete fölött dönteni. Jó, kifutottunk az időkből, most láttam, hogy már 8 óra van. Köszönöm a figyelmet. Ha maradtak még kérdések, akkor térünk rá vissza a jövő héten. Köszönöm, hogy voltatok, köszönöm a sok kérdést. Holnap este folytatjuk, a holnap este pedig általában a heti szakasz szoktunk tanulni, most egy, vagy az ünnepet, akkor a Pesach Séni, a második Pesachról fogunk tanulni, az a témának a címa, visszatekerni az időt, akkor várom titeket holnap este, köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!